felkészülés közepén járunk, egy jó csapattal játszottunk, és hát én úgy érzem, hogy érződött a csapaton, hogy 2 nappal ezelőtt is meccset játszottunk. Nem vettük fel az elején jól a ritmust, az ellenfél rá elkerültette az akarát, tehát gyorsan játszottak, jó játékerőt képviselő csapat ellen játszottunk. Sok volt nálunk a pontatlanság, látszott, hogy nincs top állapotban a csapat, fáradtak. Én személy szerint elég fáradtnak éreztem magam, és a többieken is úgy láttam, hogy ők is azért küzdenek itt a körülményekkel. A második fél időben, amikor kijöttünk, akkor egy picit úgy rájuk tudtunk menni, jobban nálunk volt a labda, fel tudtuk venni velük a verseny, nekünk is tudtunk szép támadásokat kialakítani, hanem belecseréltek ők is, behoztak egy friss sort, és akkor viszont már teljesen átvették az uralmat a játék felett, ott meg is kaptuk sajnos a második gólt. Összességében azt gondolom, hogy a felkészülés közepén elérte a célját, mert egy jó játékerőt képviselő csapat ellen játszottunk. Ugye megtapasztaltuk, hogy milyen az a bajnokság is, hogy milyen a nemzetközi futball, hogy milyen ritmusba kéne nekünk játszani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen elérte a célját. Egyénileg, hát ha azt nézzük, hogy amit már sokat említettem, hogy a fáradt volt a csapat, és hogy én is fáradtabb voltam, és a felkészülés közepén járom. Ennek ellenére többet vártam magamtól. Az elején sok volt a pontatlanság, utána, amikor felvettem a ritmust, utána jobb volt, de a végére nagyon elfáradtam. Látszott, a sokkal frissebb csapat volt, mint mi. Úgy gondolom, hogy rajtunk meg látszott, hogy elég fáradt volt a csapat, voltak technikai hibák. Igazából próbáltunk helytállni. Úgy gondolom, hogy meg is próbáltuk, meg sikerült is. Igazából menni kell tovább. Pénteken lesz még egy edzőmeccsünk. Azt is megpróbáljuk jól lehozni, megpróbálunk nyerni. És aztán készülünk a bajnokságra. Látszott, hogy fizikálisabban is úgy gondolom, hogy jobbak voltak, meg mondom frissebbek, az látszott. Futottak, üresen voltak. Igazából én is fáradtnak éreztem magam. De próbáltunk igazából mindent kihozni ebből a meccsből, amit lehetett. Hát kezdeném inkább az egyéni teljesítményemmel, hogy lehetne jobb is. Voltak olyan hibáim, amik elkerülhetők lettek volna eladott labdákból, de úgy gondolom volt olyan pillanatok is sok arányban, amiket jól meg tudtunk oldani, de sajnos ezeket kell elörközni, hogy nekem, hogy ezeket a passzokat még pontosabban megjátszam csapat teljesítményre. Nem tudok mit mondani, mert szerintem akaratban nem volt hiány a csapatban. Akartunk, mentünk. Teljesen más felkészülési állapotban volt a két csapat szerintem. Ez nem lehet kifogás persze, de ez is egy tényező, hogy így alakult ez a mérkőzés, de nem kell negatívan felfogni szerintem ezt az egész meccset, de persze tanulnunk kell ebből is. De úgy gondolom, hogy voltak olyan perelősek a meccsnek, amikor meg tudtuk tartani a labdát, volt olyan, amikor a helyzeteket ki tudtunk alakítani, de sajnos az előző mérkőzés képest itt több helyzetet ki tudtak rajtunk alakítani.